Egy teljesen kiégett ingatlan látható a katasztrófa védelem felvételein. Tamásiban egy családi ház kapott lángra, azonban nem csak az utóbbi eset miatt vonultak a Tolna megyei lánglovagok az elmúlt napokban, többek között Tófű külterületén 3000 darab szalmabála és a közeli 500 négyzetméternyi fásbokros terület égett. 17 tűzeset, valamint 10 műszaki mentés az, ami munkát adott itt Tolna megye tűzoltóinak. Ez nem kevés szám. Nyilván itt most a Prímet megint ugye a szabadtéri tüzek vitték. Ezek mellett volt ráfutásos közlekedési baleset, voltak leszakadt faág, ahová vonulnia kellett a tűzoltóinak. Köves Péter elmondta, az emberi gondotlanság áll az első helyen a tűzesetek keletkezésénél. Az aszályos időszak és a hosszantartó hűség tovább csökkenti a növények nedvesség tartalmát, így egy apró szikra elegendő ahhoz, hogy a száraz avar vagy gazos terület lángra kapjon. Hazánkban egyébként július 2-a óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A dohányzás, mint olyan, ez az egyik leggyakoribb gyakorlatilag tevékenység, amelynek során bizony nagyon sok minden lángot tud kapni. Abszolút megfigyelhető az, hogy kint az utcán, a közterületen, tehát ez mind egy eldobott csikk az, ami azonnali lángokat eredményezhet, és amint már mondtam, ez nagyon sok mindent meg tud gyakorlatilag támadni ilyen formában, és itt már csak azon múlik, hogy a lakos mennyire gyorsan hívja a 112-t. Idén Tolna megyében eddig 160 hektárnyi terület vált a lángok martalékává, ez 230 focipályának felel meg.